Kézként tartották a kezükbe az oklevelet azok az óvodások és kisiskolások, akik helyezést értek el a népmesenapja alkalmával kiírt rajzpályázaton. A rendezvénynek az első fele korábban már egy vetélkedő formájában lezajlott, amit alsó tagozatos diákoknak szerveztek, és aminek célja az volt, hogy játékos feladatok formájában próbára tegyék a gyerekek tudását és ügyességét. Minden évben, ez most már hagyomány, a Tolnai Kulturális Központ megemlékezik a népmese napjáról, ez idén sincs másképp. Idén egy vetélkedővel készültünk a gyerekeknek a népmese témájában. Ennek keretében a 7 próba mintájára állítottunk össze nekik feladatokat. Különféle állomások vannak, ahol elméleti és gyakorlati feladatokat kell nekik teljesíteni. A rajzpályázat meghirdetésével viszont a szervezők arra voltak kíváncsiak, hogy a gyerekek hogyan tudják feldolgozni és rajzformájában megvalósítani a népmesék ihlette világot. Nagyjából a gyerekek próbálták feldolgozni az olvasott, meg a hallott népmeséket, tehát úgy rá is lehet ismerni az egyes mesékre, meg nagyon sok gyerek a címét is ráírta a mesének, amelyik megihlette. Persze vannak olyanok, amik egy kicsit elrugaszkodnak a népmese világától, tehát szerintem a gyermeki világban és a gyermekek gondolkodásában ez belefér. 3 korcsoport mérhette össze tehetségét a rajzversenyen. Józsa Jácint művelődés szervező elmondta, hogy nagy örömükre szolgált, hogy felső tagozatos diákoktól is érkeztek alkotások a pályázatra. Maul Dorottya Gesztenyekert óvodából érkezett és királylányokat rajzolt. Elmondta, hogy ő legjobban azokat a meséket szereti, amikben királylányok szerepelnek. Rajzoltam 4 királykisasszonyt, és a toronyba is rajzoltam 4 királykisasszonyt, mert ez ilyen lányos. Balogh Péter szintén oklevéllel büszkélkedhetett. Ő egy osztálytársának tanácsára választotta ki az alkotásának témáját. A Ludas Matyit rajzoltam. Hát, ahogy ő száll alud, és rajta ül a Ludas Matyi. Többnyire a helyi iskolákból és óvodákból kaptak alkotásokat, de jöttek pályamunkák a környékbeli települések oktatási intézményeiből is. Összesen 144 rajz érkezett, ez szerintem egy igen szép szám, és dicséret illeti a gyerekeket és a helyi pedagógusokat is, hogy felkészültek erre a versenyre, és ilyen sok pályaművet adtak be. Többnyire a helyi iskolákból, óvodákból érkeztek alkotások, de érkeztek a környékbeli oktatási intézményekből, településekből is, például Medináról, ahonnan az egyik első helyzet is kikerült, Páncél Kovács Nóra. A 2-tagú zsűrit Bárdos Gutpintér Edit festő és Szabó Bertalan rajzművész alkotta. Számos kép közül kellett kiválasztani a legjobbakat, és az értékelésnél arra figyeltek leginkább, milyen a rajzok formavilága, milyen témát örökítenek meg, és azt milyen eszközökkel, mennyire színesen tudják megjeleníteni.